Több hetes szakmai tanulmányúton járt az Amerikai Egyesült Államokban egykori kollégánk. Kenyeres Attila, aki ma már a Debreceni Egyetem oktatója, az Ohio-i Egyetem szervezte programon vett részt. Erre a világ 30 országából jelentkeztek elektronikus újságírók, illetve kommunikációval foglalkozó szakemberek. A tanulmányútnak része volt egy nemzetközi konferencia is, amelyen egyedüli magyarként vehetett részt. Milyen állomásai, tanulságai voltak az útnak? Hogy került a CNN után, az Amisokon át, a Nat Geo szerkesztőségébe? Erről is szó lesz a következő percekben. Vendégem Kenyeres Attila, kommunikációs szakember, a Debreceni Egyetem tanársegédje. Jó estét kívánok, és már is mondom a nézőknek, hogy kollégákról van szó, régóta ismerjük egymást, úgyhogy tegezni fogjuk egymást, hogyha nem látod semmiféle akadályát. Probléma nincs belőle, Isten. Attila, hogyan kerültél az Egyesült Államokba, egyáltalán hogyan jött képbe az Ohio-i Egyetem? Nagyon érdekes a kérdés, hogyha mondjuk egy évvel ezelőtt beszélgetünk róla, akkor én nem gondoltam volna, hogy én idén-nyáron az Egyesült Államokban leszek, tehát kezdjük így. Január elején érkezett a Debrecen Egyetem elektronikus tanulmányi rendszerén keresztül egy üzenet felhívása arról, hogy lehet az Egyesült Államokban jelentkezni 6 hetes nyári ösztöndíjra. 8 féle témakör volt megadva, és ennek az egyike volt az újságírás és média. Én pedig úgy gondoltam, hogy hát akkor jelentkezek rá. Igazából minden kiírási feltételnek megfeleltem, beadtam a pályázatomat. Ez egyébként az amerikai külügyminisztériumnak egy ösztöndíja, és a 77 éve megy, tehát nem egy most indult programról volt szó. Magyarországon a Fulbright ösztöndi bizottság és az USA Budapesti Nagykövetsége koordinálja, és január végén kaptam a telefonhívást a Fulbrightosoktól, hogy engem választottak ki Magyarországról résztvevőnek erre az ösztöndíjra, ami engem azért lepett meg, mert én azt hittem, hogy többen is mehetnek egy országba, de nem, kiderült, hogy minden országból csak egyetlen egy embert delegálhatnak. De még Washingtonban jóvá kell hagyni a döntést, és ez valamikor március körül várható, és március végén érkezett meg a végleges állásfoglalás, hogy akkor lehet menni, és akkor onnantól kezdve indult a vízum ügyintézés és a kiutazással kapcsolatos dolgok, de nekem ezzel semmit nem kellett foglalkozni, mert a nagykövetség is, meg a Fulbright is nagyon szépen intézték ezeket. Megérkeztél az Egyesült Államokba, hova érkeztél, és milyen programok, milyen állomások voltak ennek a tanulmányi útnak? Egy tévedésből kifolyólag az első osztályon utaztam Frankfurtból Washingtonig, de ebben most nem akarok belemenni. Washingtonba érkeztünk, és onnan mentünk Columbusba, még repülővel, az Ohio államnak a fővárosa, és onnan pedig vittek át minket furgonokkal, a résztvevőket, Athensbe, ez egy kisváros Ohio államban, és itt található az Ohio University, és nekik az egyik erősségük a médiaképzés, és a külügyminisztérium őket bízta meg, hogy ezt a 6 hetes ösztöndíj programot leszervezzék. Magyarországról eddig még egyetlen résztvevő nem volt ebben a programban, amióta az Ohio-i Egyetem szervezi. Egy hasonlón vett már részt Vitrai Tamás, kommunikációs szakember, TV ikon 1971-ben, hogy azóta volt-e magyar résztvevője rajta, nem tudom, nem merem azt állítani, hogy nem volt, de ez egy ilyen kuriózum volt. A 6 hetes programból 4 hét az Ohio-i Egyetemen zajlott, tehát úgy, mint a egyetemisták voltunk kvázi, én és a 16 többi résztvevő. Itt komoly programok voltak reggeltől estig, kora estig tart, de volt, hogy este 8-ig is ott kellett ülni. Szemináriumok voltak, előadások voltak, és a 6 hétből a maradék 2, az pedig tanulmányi szakmai utakról szólt, és akkor elvittek minket Clevelandbe, ott például megnézhettük a Rock and Roll Hall of Fame-et, és természetesen a helyi televízió szerkesztőségét. Voltunk Columbusban, ott szintén helyi tévéknél és rádióknál jártunk, Chicagóban, ott egy nagy nemzetközi konferencia résztvevőiként, Atlantában, ott a CNN-nél, a Jimmy Carter emlékmúzeumban, Martin Luther King múzeumban, illetve az ő síremlékét is megnéztük, valamint a, nem mondom, egy nagy üdítőital gyártó cégnél. Igen, azt sejtjük, hogy az melyik. Igen, illetve Washington DC, ott ért véget a hivatalos program, ott pedig az amerikai külügyminisztériumtól ott vettük át a oklevelünket, valamint a National Geographic szerkesztőségébe jártunk, illetve a Voice of America szerkesztőségébe. Nagyon röviden így nézett ki maga a program, és ezen kívül voltak még egyéb fakultatív programjaink is, mint például elvittek minket az Amisokhoz. Ohio-ban van az kvázi főváros,
városuk, ezt így nem lehet így mondani, de az újság szerkesztőségük az ott működik. Tehát ott egy print médiát néztetek meg. Print médiát néztünk meg, az Almisok újságját, a Budget-nak a szerkesztőségét, és rendelkezek egy példánnyal, tehát például a Debrecen Egyetem hallgatói, ők már látták ezt az újságot. És ezt milyen technológiával állítják elő? Ugye ők nem nagyon a mában élnek, hanem inkább a 18.-17. század így technológiai van. Színvonalán. Ez nagyon érdekes volt, tehát ők önként elutasítják a modern technikai vívmányokat Jézus szavaira hivatkozva, és igyekeznek azon a, hát, hogy mondjam, a korabeli technológiai és egyéb szinten maradni, mint amikor a 18.-19. században az ő őseik Svájcból, Tirolból kimentek az Egyesült Államokba. Tehát például lovasszekerekkel járnak, és akkor ott megyünk az autópályán, ott száguldanak az autók, kamionok, és akkor mellette az Almisok, a kis egyfogatú lovasszekereikkel mennek abba a korabeli ruhákba. Náluk az otthonaikban nincs például elektromosság, tehát nincs internet, semmi nincsen. Nagyon érdekes volt, amikor erről beszélgettünk velük, rákérdeztem, hogy mondom, akkor hogy tárolják például a kaját, az ételeiket. Mondták, hogy olyat viszont lehet, hogy a szomszéduktól bérelnek hűtőt, és akkor a szomszédba mennek át, és ott tárolják. Tehát vannak ilyen érdekes dolgok, és hogy például az újságra visszatérve, vagy a médiánál maradjunk, az újság nagy része az az Almis emberek által kézzel megírott leveleket tartalmazza, természetesen begépelve. Tehát leírják, hogy ma szép volt az idő, meg mi történt velünk a templomban, meg a rokonok eljöttek hozzánk látogatóba, és akkor 72 oldal, heti lap, minden héten 72 oldal ezeket a leveleket tartalmazza. Viszont a munkahelyen ott már megint lehet elektromosságot használni, tehát így nincsenek ellentmondásban azzal, hogy amúgy otthon nem használják, és sötét van. Az Almis újság, a Budget, az pedig elkészül számítógépen, internet segítségével, és akkor így oldogatják fel ezeket az ellentmondásokat. De nagyon érdekes dolgokat tapasztaltunk egyébként ott. Attila, a helyi televíziók nagyon erősek az Egyesült Államokban. Ott, ezen a téren te mit tapasztaltál? Mi volt számodra a leginkább szembetűnő, meghökkentő, érdekes? Engem meglepett az, amit mondtál, mennyire erősek. Tehát ott a helyi média, a közösségi média nagyon erős, és ezt mindenhol hangsúlyozták nekünk, és ezt láttuk is. Tehát ott például nincsenek olyan országos tévék, mint amik itt nálunk, amiket mi itt megszoktunk. Van egy tévé, Budapesten van a stúdió, és akkor minden onnan megy. Ott, ha van egy országos tévé, akkor az helyi állomásokat birtokol egy ilyen hálózatos rendszerben, és az adásidő nagy részét helyi program tölti ki. Tehát megvan az, hogy mikor kell nekik az országos műsort úgymond kapcsolni, mikor helyi adást. Például amikor Clevelandben voltunk az ottani helyi tévénél, ezt egyébként érdekességképpen mondom, hogy nyilván ott is persze fejlett technológia van, de nem volt olyan hatalmas különbség. Mi legalábbis nem tapasztalunk olyan óriási különbséget. Ugyanazokat a technológiai, ugyanúgy van sugógép, mint ahogy itt, ugyanazok a kamerák vannak, ugyanazok a vágóprogramok vannak, ugyanúgy LCD monitorok, tehát nem estünk úgymond hasra. A 70-es években biztos, hogy óriási különbségeket láttunk volna, most ez annyira nagyon nem volt meg, és ott ilyen napi 7-8 híradót gyártanak, amennyire én emlékszem, és az élőben megy. Nagyon nagy hangsúlyt helyeznek például arra, hogy témákat gyűjtsenek az ottani lakosságtól. Tehát például a Clevelandi TV van egy külön pult, ahol a kis hölgy azzal foglalkozik, hogy a lakosságtól bejövő témajavaslatokat, hívásokat, egyébek összegyűjti, és akkor, ahogy rákérdeztem, napi ilyen 30 témát mondanak ott a clevelandiek meg a környéken, az abban az államban élő emberek, és akkor ezeknek igyekeznek utána menni. Tehát, hogy fókuszálnak a helyi történésekre. Mivel egyébként napi 7-8 híradót gyártanak, és ez mind élőben megy, persze országos témák is becsúsznak, de amik ilyen nagyon nagy érdeklődést keltenek. Tehát azt láttam itt Dióhéjban, hogy a helyi média szerepe nagyon erős, és erre büszkék is. Attila, nagyon gyorsan szalad az időnk. Itt a napi munkádban, az egyetemen mi az, amit ennek a tanulmányútnak a kapcsán át szeretnél adni a hallgatóidnak? Nagyon sok érdekes dolgot hallottunk, például esettanulmányokat, amik most ott foglalkoztatják a médiát. A Debreceni Egyetemen a közösségszervező szakon ott közösségi kommunikáció, kommunikáció elmélet, médiás filmelmélet nevű tárgyakat viszek, illetve van egy szabadon választható kurzus, aminek média manipuláció a címe. Ezeken a kurzusokon mindegyiken fel
felhasználom azokat a tapasztalatokat, amiket ott szereztünk, akár mondjuk a CNN-nél, akár a helyi tévében, akár az, hogy kézzel vehetik a Debrecen Egyetemisták az Almisok újságát, amit nem hiszem, hogy sok magyar felsőoktatási intézményben ez megtörténik, vagy mondjuk az afroamerikaiak lapját, a Cowland Papert, illetve olyan esett tanulmányokat is bemutatok nekik többek között az Egyesült Államokban, amik nagyon-nagyon tanulságosak szoktak lenni. Attila, nagyon érdekes volt, lejárt az időn, köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Eddig tartott ma az Esti Közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!